Köszöntöm a Garai magazin nézőit. Föglen Liza vagyok. Nézzük, miről szólunk a mai műsorban. 125 éves a szekszárdi Garai János gimnázium. Volt és jelenlegi tanárok, illetve diákok alkotásaiból készült jubileumi kiállítás. Újra találkoztak az öreg Garai diákok. 125 éves a szekszárdi Garai János gimnázium. Az iskola ezt egésznapos rendezvénnyel ünnepelte, amely során öreg diák találkozót, könyvbemutatót és kiállítás megnyitót is tartottak. A jubileumi eseményen Horváth István, Tolna megye első számú választókerületének országgyűlési képviselője, és Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár is részt vett. Ők arról beszéltek, hogy a gimnázium Tolna megye egyik meghatározó oktatási intézménye. Egésznapos rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 125. jubileumi évfordulóját a Garai János Gimnázium. Az 1895-96-os tanév volt a gimnázium nyitó éve, és Tolna megyében ekkor elsőként létesült főgimnázium is. Mi az egész évet most ennek szeretnénk szentelni. Szeptember 1-én egy iskolatörténeti kiállítással nyitottunk, amit az intézmény honismereti szakköre szervezett. Itt a földszinti folyosókon, ezt követte még ugyanazon a napon egy fizikatörténeti kiállítás az iskolában, érdekes valóban történeti eszközökkel, és tulajdonképpen ez a második fontosabb etapja, ez az ünnepi program, amikor is együtt szeretnénk emlékezni valamennyi garaistával. Hát ez nagyon nehéz lenne, hiszen több ezer garaistánk van, akit nyilván nem tudunk, vagy éppen nem tudott eljönni, de összességében úgy alakítottuk a műsorunkat, hogy abba elsősorban régebben végzett garaistákat hívjunk meg, és nagy örömünkre tükrözve Garai János szellemét, aki ugye úgy nyilatkozott, szellemiségét, hogy lényem hazámon kívül az irodalomé, ezek a művészeti csoportok mutatkoznak be, ami bizonyíték annak, hogy igenis ebben a gimnáziumban a művészeti élet mindig jelentős volt. Komoly zenei programmal indítunk, ezt egy népzenei program követi, néptánccal, népzenével, mesékkel, majd pedig zárásként egy kis könnyű zene. Közben hangzanak el a köszöntők, vendégeink köszöntői, illetve a visszaemlékezések. Az intézmény életében máig fontos szerepet játszik az értékközvetítés. Azok az értékek, amelyek elindult ez a gimnázium, a tudás igénye, a tudásnak a szeretete, az mindvégig megmaradt. Mindvégig megmaradt az irodalom szeretete, mindvégig megmaradt a szűkebb közösséghez tartozásnak az érzése, a garaista büszkelét, megmaradt a hazához való kötődés, hazaszeretet, és ezt kitágítva megmaradt egy összmagyarságért érzett felelősségnek az érzete a partneriskolai kapcsolat. És természetesen megmaradt a pedagógusok és a tanárok tisztelete. A jubileumi ünnepségen egy különleges, az intézmény történelméről szóló kiállítást is megnyitottak. De tavasz óta dolgozunk ezen a kiállításon effektíve, de hát nyilván hosszú-hosszú évek kutató munkájának a következményeit lehet itt látni. Az igazgatónő ötlete volt, hogy ide szeretne egy iskola történeti kiállítást tulajdonképpen, és hát ennek a megvalósítását hárman hajtottuk végre, Heimann Józsefné igazgatóasszony, Elbliger Ferenc kollega és jó magam készítettük a kiállítást, és azt még szeretném hozzátenni, hogy van az iskolának, és hát én vezetem ezt a csapatot, egy honismereti szakköre, úgyhogy 25-30 gyerekkel együtt kutattunk, együtt mentünk levélre,
levéltárba, és az itteni anyagokat gyűjtöttük. A kiállítást tulajdonképpen egy rendszerben építettük fel, amely a kezdetektől egészen a mai világig megmutatja az iskolának a hagyományait, történelmét, a kulturális értékeit. Kezdődik egy iskola történeti bemutatóval, hiszen 125 éves az iskola, és ezt képekben és főképpen ott szövegben mutattuk be. Majd pedig az iskola épületének a változásait követtük nyomon, hiszen nagyon sok minden változott magában az iskolában, rengeteg újítás van, labor készült, és ezt igyekeztük megmutatni. Ezen kívül bemutattuk azt, hogy kik voltak az igazgatói az iskolának. Ez 5 tárlót jelent, vagy ilyen tablót gyakorlatilag. Minden igazgatót bemutattunk, és kiemeltük Vigand Jánosnak a szerepét, illetve Zentai Andrásnak, Lemle Bélánénak és Heimai Józsefnének, akik a legtöbb időt töltöttek az iskola élén, de minden igazgatóról, eddig igazgatóról megemlékeztünk. Ezen kívül bemutatták azt, hogy milyen képzéseknek adott helyet az iskola az évek során. Ezeknek milyen hatásai lettek, hova mentek el ezek a képzések, hiszen jelen pillanatban tiszta profilú gimnázium vagyunk. Nagyon-nagyon érdekes tárlók a relikviák, tehát olyan dolgokat mutatunk, megtaláltunk érettségi bizonyítványt, naplót és hasonlókat, tehát minden, ami az iskola életéből bulikat mutatunk meg, hogy az iskolában ezek is voltak, és bemutattuk azt is, hogy a megye és a város életében hogyan jelenik meg az iskola. Bemutattunk híresebb tanárokat, művésztanárokat, festőket, írókat, akik itt végeztek a Garaiban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép emléket állítottunk ennek a 125 évnek. Nagyon sok munka van benne, és remélem, hogy örömmel fogják megnézni a város és a megye lakói. Az eseményen Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, hogy véleménye szerint a gimnázium mostanra már az ország legjobbjaival vetekszik. Mindenki számára megtiszteltetés és dicsőség, hogyha Gara is lehet, nem csak diákként, hanem tanárként egyaránt. Az itt végzett diákok nagy eséllyel tudnak nem csak Magyarország, hanem szinte a világ összes felsőoktatásában elhelyezkedni, mert az itteni tudás az egy olyan értéket képvisel, ami valós tartalmat és jövőben mutató lehetőséget tartalmaz a fiatalok számára. Azt is kell tudni, hogy az itt elért eredményt, amelyeket a diákok elérnek, ez nem magától jön, ezért nagyon keményen meg kell dolgozni. Ezt szülőként is tapasztaltam, hiszen 2015-ben végzett itt a lányom nagyon szép eredménnyel, és a Garai Gimnáziumnak köszönhetően tudott felvételizni Pécsre a Fogorvosi Egyetemre, és ma már praxizáló fogorvosként szolgálja a térségben élők egészségügyi ellátását. Létre kell hozni az akkori ország területén, lehetőleg megyénként, régiónként azoknak a kiemelkedő központoknak a hálózatát, amelyek a gerincét képezhetik a magyar oktatási rendszernek. Az ünnepségen Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is köszöntőt mondott, aki többek között kifejtette, hogy a magyar oktatási rendszer világszínvonalú. Azt gondolom, hogy a gimnáziumok egyébként a mai oktatási rendszerben is nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen az utóbbi 2-3 évtizedben a felsőoktatásban való továbbtanulás jelentősége, számossága, aránya megnőtt, és értelemszerűen az iskola típus az, ami leginkább a továbbtanulásra készít fel. Ezt mutatják a számok, arányok, tehát a tanulóknak 40-42% a kis mozgással, amely az elmúlt években a gimnáziumokban kereste a boldogulását, és utána a felsőoktatásban folytatta a tanulmányait, úgy gondolom, hogy nagy szükség van ezekre az intézményekre továbbra is. Jubileumi képműző művészeti kiállítást szervezett a Szekszárdi Garai János Gimnázium volt és jelenlegi tanárainak, diákjainak alkotásaiból. Az esemény Huszárik Imre igazgatóhelyettes, vizuális és környezetkultúra szakos tanár ötlete alapján valósult meg.
A Garai János Gimnázium egykori diákjainak és tanárainak nyílt művészeti kiállítás az intézmény dísztermében. A tárlat a 125 éves jubileumi programsorozat részét képezi. Huszárik Imre igazgatóhelyettes azt mondja, meglepő volt számára, hogy milyen sokan választottak művészeti pályát. Ugyanis az elmúlt 125 évből 9 képzőművészettel foglalkozó volt, illetve jelenlegi tanárunkat találtam, és 18 diákunkat sikerült elérni, akik művel hozzájárultak a kiállítás megvalósításához. Zárója bejegyzem meg, vannak többen is, de mai modern világban ugye van, aki külföldön van, nem elérhető, és ilyen módon egy kicsivel kevesebb mű került terítékre, de úgy gondolom, hogy gazdagságát tekintve azért felüleli a képzőművészetnek számtalan olyan változatát, amit így együtt nem is biztos, hogy bárhol lehet látni. Ez a gimnázium 125 éves születésnapja alkalmából merült fel bennem, mint rajzszakos tanár, talán nem olyan meredek, hogy éppen tőlem származik az ötlet. Nekem jutott ez eszembe, és arra gondoltam, hogy érdemes volna egy ilyen programmal is kiegészíteni az éves rendezvénysorozatot. Semmiféle megkötést nem adtam meg a kiállítóknak, mindenkire rábíztam, hogy amit ő gondol, amire úgy gondolja, hogy a leginkább ő róla szól, és a legjobban bemutatja önmagát, illetve a művészettel való viszonyát, vagy éppen ami rendelkezésére állt az illetőnek, hiszen sokan vannak, ugye, akiknek nem saját birtokában vannak az alkotásai, hanem már új gazdákra leltek. Tehát emiatt is tartja, de tehát megkötés nem volt semmi. Bár nem a művészeti oktatás áll a gimnázium képzés középpontjában, ettől függetlenül rendszeresen vannak olyan diákok, akik jeleskednek a művészetek valamely ágában. Nem feltétlenül iskolai keretekben, hanem iskolán kívül. A néptánctól a baletten keresztül a képzőművészeti, a színjátszásig, az éneklésig, zeneiskolában. Tehát gazdag a tárház, most a megnyitón is a műsort pont olyan diákjaink fogják adni, akik a zeneiskolában tanulnak, és ott művelik a hangszer tudás megszerzését. Fusz György 1973-ban végzett az intézményben. Valahol már általános iskolában úgy volt egy ilyen vonzódásom, de igazából azért kalandos, mert a fizika tagozatra jártam itt a gimibe, és hát az elég messze van egy picit ettől a részétől, de menet közben már egyértelmű volt, hogy ebbe az irányba fogok majd mozdulni. Talán egy ilyen kicsit könnyebben emészthető munkát hoztam, egy béka király figurális munkámat, ami egy svájci ösztöndíj alatt kint készítettem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy talán méretéből adódom, mert általában nagyobbakat szoktam csinálni. Ez itt valahogy úgy a körben egy kicsikét érdekes is lehet talán a gyerekeknek. Decsikis János 1967-ben érettségizett a Garai János Gimnáziumban. Most itt a gimnáziumban Lázár Pál tanár úr volt, aki terelgette a magamfajta érdeklődőket, de én nagyon nem szerettem ide járni. Nem voltam szerelmes. Pontosabban szerelmes voltam, csak nem viszonozták. És amikor lehetett, akkor csak kerültem. Volt még egy ilyen kerülős társam, és no, szóval úgy érettségiztem, hogy örült mindenki, hogy megszabadultunk egymástól. És akkor hát ez a szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, szeretném, ha szeretnének, ezt élem a mai napig is. És akkor, amikor volt egy képzőművészeti pályázat, akkor én a sárközi hűzés motívumokat kaptam elő, és azokat nagyítottam föl kendervászon és kenderkötélre. Itt fölöttünk van az a körforma, amit erre az alkalomra
hoztam. Egy apró kis madár van, egy apró, finom, technikailag egy horgolt fehér madár van a durva kötél között. Szóval, a cél azt tulajdonképpen az, hogy a kötelet, ami durva anyag, azt valahogy megszelidíteni. És a durva beszédet szépé fogalmazni. Amikor meghallottam és meghívtak, hát borzongató jó érzés volt. És itt, ha most körülnézünk, hát tulajdonképpen szinte a múlt századtól vagyunk itt kiállítók, és hát nagyon jó érzés ilyen módon is, hogy az ember visszatér ahhoz a forráshoz, ahonnét indult. Közel egy éves kihagyás után tartott újra találkozót a Garai János Gimnázium Öreg Diák Szövetsége. A régi emlékek felidézése mellett hivatalos feladatai is voltak a tagoknak. Megtartották a 2020-as évi elmaradt és a 2021-es évi taggyűlést is. Egy év kihagyás után a Szekszárdi Garai János Gimnázium megalakulásának 125. évfordulójának program keretében tartottak újra baráti találkozót az iskola Öreg Diák Szövetségének tagjai. Az egyesületet az 1900-as évek elején alakították a gimnázium végzős diákjai azzal a céllal, hogy az iskola évek elmúltával is megőrizze a kialakult baráti kapcsolatokat. Az egyesületnek nem csak a volt diákok, hanem az egykori tanárok és a pártfogók is tagjai. Az Öreg Diák Szövetség az a 900-as évek elején alakult meg. Az első végzős diákoknak már megfordult a fejében az, hogy a gimnázium évek után még később is valamilyen módon tudják majd tartani a kapcsolatot egymással, illetve a gimnáziummal is, korábbi tanáraikkal, nevelőikkel. És ennek az apropóján született meg a Öreg Diák Szövetség. Aztán második világháború után az 50-es években ez a kezdeményezés, kicsit alább hagyott, és kevés esély volt ezeknek a rendezvényeknek a megtartására. Aztán a rendszerváltás környékén több helyi pedagógus, illetve Lenne Béláné, akkori igazgatónő, Zentai Andrással együtt fölélesztette ezt a hagyományt, és azóta ez a szövetség ez viszonylag aktív. Az öreg diákok ma már több mint 700 taggal büszkélkedhetnek, akik igyekeznek aktívan részt venni az egyesület életében. A régi emlékek felidézése mellett hivatalos feladata is van a tagoknak, megtartották a szövetség 2020 évi elmaradt és a 2021 évi közgyűlését is. Minden évben taggyűlést kell nekünk az alapszabály miatt is összehívni, ahol elfogadjuk az előző évi beszámolót, meg kell szavaznunk az évi költségvetést. A Covid miatt ugye tavaly ezt a rendezvényt nem lehetett megtartani, úgyhogy most már két éve nem találkoztunk. És hát nyilvánvaló, hogy idén egy rendkívüli év is van, ugye az első gimnáziumi tanév az a 1895-96-os tanév, és ennek ugye a 125. évfordulóját ünnepli a Garai Gimnázium, és ennek a programcsomagnak az egyik része lesz a ma délelőtti találkozó, amire már szépen szép számmal gyűlnek a tagjaink. Az egyesület tagjainak életében egytől egyik kiemelten fontos szerepet tölt be a gimnázium. A Diák Szövetség pedig a mai napig is szívügyük. Ahogy Zentei András, az iskola volt igazgatója mondta, a találkozók napja nekik mindig egy kiemelten piros betűs nap. Hát számomra nagyon fontos volt a Szekszárdi Gimnázium. 29 évig voltam itt, nagyon tehetséges tanárokkal, diákokkal. Szép eredményeket is értünk el, ez a közös munkának volt az eredménye. Örülök annak, hogy immár 125 éve működik ez az iskola. Nagyon nehezen jött létre. Azt hiszem, hogy a magyarországi gimnáziumok középiskolák történetében sincs még egy ilyen intézmény, ahol 123 évig küzdöttek azért, hogy itt gimnázium alakulhasson. Többek a volt tanulók közül a gyereküket is a Garai Gimnáziumba iratták, hiszen bizalmuk töretlen volt az iskola felé.
Vannak családok, ahol generációk követték egymást a padokban. Az Öreg Diák Szövetség tagjai elmondásuk szerint már most várják a következő találkozót, hogy újabb emlékeket idézhessenek föl egykori társaikkal. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!